Üdvözletem! Kezdjük egy izgalmas hírrel, lehet, hogy már csak háromszor kell elviselniük minket, erre majd a műsor végén bővebben, és akit ma viszont tényleg el kell viselni, az Konok Péter. Jó estét kívánok! Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok! Herceg Zoltán. Jó estét! És Pörzse Sándor. Jó estét! Kívánok! De recsigáz, mert ez... Te se tudod, igen, na nem hát kénytelen vagy itt maradni a műsor végéig. Jó volt ez szerintem. Amerika választott. Mondom a helyzetértékeléseket. Hatalmas jobboldali győzelem Trump a csúcson, illetve hatalmas demokrata győzelem Trump vereséget szenvedett. És ez nem csak a magyar médiában van így, mert azt megszokhattuk, hogy mi ezt így szoktuk értékelni, de amerikai média is ezt mondja, meg a szereplők is ezt mondják. Na akkor most mi történt Amerikában? Hát mindig ezt mondják. A félidős választásoknál egyébként úgy tűnik, hogy ez többé-kevésbé bejött a papírforma. Ugye a papírforma az, hogy a kongresszusban most egy szolid, de azért szilárd demokrata többség alakul ki, a szenátus az maradt a republikánusok kezén. Ugye félidős választás, tehát nem Trumpról szólt, bár valamennyire róla szólt ez a történet. Én úgy nézem, hogy bár inkább ugye azt láttam, hogy hát győzelem a demokraták számára, és hogy ez Trump valamilyen szintű veresége, meg most akkor a fékek és ellensúlyok azok ettől keményebbek lesznek, ami egyébként természetesen igaz. De hát ez félidős választásokban így szokott lenni, és mivel így volt, azért én azt mondanám, hogy sajnos ez inkább a republikánus, inkább Trump sikere, mint az ellenkező oldalé, mert valahogy azt a képet alakították ki, egyébként megint egy kicsit működik az, hogy milyen képet alakít ki a média, azt a képet alakították ki bennünk, meglehetősen jogosan amúgy, hogy a Trump az egyrészt egy istencsapása, másrészt valami elképesztő, felháborító, olyan történet, ami végtelenül idegen Amerikától. Na most azt kell látnunk a félidős választások alapján, hogy mivel nagy eltolódások nem történtek, és az jött be, ami bejött volna bármilyen normális és unalmas elnöknél, hogy bizony úgy tűnik, hogy ez a Trump-féle történet működik, nem volt egy ilyen földcsúszamlásszerű veresége, nem tudtak a demokraták tulajdonképpen több embert mozgósítani, vagy sokkal több embert, ami ebben lényegesebb, hogy a Trump nem igen vesztett el a támogatásából, tehát valójában nem történt semmi. Márpedig, hogyha egy ilyen mértékű bohócnál, egy olyan figuránál, aki fenekestől felforgat egy csomó dolgot, aki mindent bedob, nem történik semmi, akkor az azt mutatja, hogy azért valamennyire sajnos ez a dolog, ez működik. De figyelj már, Péter, először is Amerikában mindig félidős választások vannak, két évente mindig választanak. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy 8 éven keresztül mind a két házban republikánus többség volt. Tehát ez se igaz abban az értelemben, már hogy az az állítás, hogy az jött be, mint ami szokott lenni, mert amikor aztán izé van a félidős választásoknál, kiegyensúlyozódnak a dolgok. Obama végig úgy volt elnök, hogy minden kisebbségben volt. Itt azért mi történt? Annyi történt, hogy a kongresszusban többsége lett a demokratáknak. Tehát még egyszer, a republikánusoknak többsége volt a szenátusban, ezt és megelőzően, és a kongresszusban is többsége volt. Mi van most? A szenátusban ugyanúgy, ahogy eddig többségük volt, a kongresszusban meg a demokratáknak lesz többségük. Most az, hogy ki hogyan kommentálja, az egy dolog, ezt én így látom Csintalan Sanyidnak eszéről. Hát ezt tudom hozzáfűzni. Én értem egyébként Pétert. Legjobb tudomásom szerint nem kell magyar-magyar tolmács, emlékeim szerint megértettem minden szabát. Nem, csak hogy ő jó, azt mondja, hát hogy ha annyira gáz a figura, akkor itt valaminek kellett volna történnie, ha nem történt semmi. A figura annyira gáz, csak hogyha annyira gáznak mondom, látták csak, volna az amerikai igen. Választópolgárok a szituációt, ahhoz tényleg, hogy nem látták. Volt földrengés meg földmozgás. Na de ki gondolt földrengésre? Egyébként tájfun van Amerikában? Forgószél van, mindenféle ízék, rengések, szakad le az ég, égeső van. Trumptól független. Még csak ez sem biztos, hogy Trumptól igen, független. Igen, közben szemlésított egyben, mert a klímakatasztrófa, igen. Trumpot soha nem tartottam egy szimpatikus figurának, én olvastam a könyvét, és minden elvel tiltakozik az ő mentalitása, amit én vallok. Egyetlen szimpatikus megmozdulása mondott a cselekedetese volt, amivel én azonosulni tudnék. Egy rendkívül erőszakos, agresszív ember. Általában nem is azt nézem, amit mond, mert úgysem mond igazat, és egyik politikus, hát az én meglátásom szerint nem is mondhatnak igazat. Én már levezzel se értek egyet, én az igazságban hiszek már, ha van ilyen, mondjuk akkor leginkább a sajátoméba, ami semmiképpen nem az agresszióra, hanem a szeretetre alapul. Ezt politikustól nem nagyon látom. Az, hogy itt nem történt ilyen földindulásszerű változás, ez igaz, de az amerikai népet szerintem ugyanúgy nem a
a valós cselekvések, a valós történések és a valós feladatok és problémák vezélik és mozgatják, hanem a médiából feléjük üzenetet, közvetített hírek, illetve álhírek. Tehát én azt gondolom, hogy ma a világ menetére ezek a hírek és álhírek, akik nem tudjuk, hogy honnan jönnek, nem tudjuk, hogy milyen érdekeket szolgálnak, ezek százszor inkább befolyásolják a választókat, mint akármilyen elnök. És meg azt is megkérdezem, hogy és ha nem Trump az elnök, és ha nem Obama az elnök, ha bárki az elnök, akkor vajon a többet foglalkoznak a környezetvédelemmel, vagy az atomháborúval, ami ezerszer fontosabb, mint az a sok bullshit, amiről beszélgetnek. Én nem hinném, hogy a profit maximális az bárhol cél lehet, és a legmagasabb idea lehet. Nem az. Mikor jön egy olyan elnök, mikor jön egy olyan vezető, aki valós problémákkal foglalkozik, azzal, ami az én életemet, azzal, ami az egész föld bolygó, a föld golyó életét befolyásolja. Mikor jön egy olyan választó? Mikor követelik majd az emberek azt a vezetőt, aki a valós problémáinkkal és a valós kihívásainkkal foglalkozik? Itt mindegyik vezető a profittal foglalkozik, a cégekkel foglalkozik, a multikkal, nem tudom mivel, én így látom. Nem látok olyan politikai vezetőt, aki az én valós problémájával foglalkozik, se az USA-ban, se Magyarországon, és a világban nagyon keveset. Kivételt képez mondjuk az új-zélandi miniszterelnök, aki 37 éves nő, és eldöntötte, hogy 100 millió fát fognak ültetni évente. Na ez egy olyan döntés, ez egy olyan momentum, ez egy olyan fantasztikus miniszterelnöki határozat vagy döntés, amit én tudok méltatni valamire. Semmi más ezen kívül. Gali, ne arra, ugye már komolyan mondom, mondott te ezt innen így, és egyébként még egyet is értek a céljaiddal. De most mondjuk például egy amerikai elnöknek, egy adminisztrációnak, egy hatalomnak mondjuk például azzal is kell foglalkoznia, amit most a detroiti autómunkás, meg szénbányász, meg nem tudom kicsoda gondol, aki erre az egészen, amit te most itt elmondasz, ő egy egyszerű ember, ugyanaz egyszerű ember, mint te. Egyszerűen magasívből tesz, mert ő neki egyetlen egy fontos dolga van, azt szeretné elérni, azt fogja megszavazni, aki azt ígéri neki egyébként, hogy Detroitból megint nagy autóipari város lesz, és egyébként elindítják Amerikába a szénbányászat, és a többi. Tehát azért ez nem attól vannak itt igazságok összeveszve, és keletkezik sok hazugság, mert mindenki úgy döntött, aki politikussá válik, hogy majd hazudni fog, hanem azért, mert bizony ezek az érdekkülönbözőségek iszonyatosan erősek, és nem egy embert érintenek, hanem a rengeteget. És nem csak azt a megközelítést fogják majd mondani és képviselni, amit te gondolsz erről a világról. Tehát igazából az a kihívás. Van egy baromi nagy szakadék a között, amit egy kormánynak előnek csinálnia kéne, mondjuk, hogyha hosszabb távon gondolkodik a jövővel kapcsolatban, és az nyilvánvalóan többek között a környezetvédelemről szól, akár arról, hogy mi legyen az atomfegyverek, minimum, rengeteg dologról szól, csak ezzel nem lehet választást nyerni. És mondjuk a Trump-féle történetek arra jöttek rá, hogy igazából nem is kell úgy csinálni, mintha minket ez érdekelne, mert a választópolgár van egy jelentős része, akikre lehet számítani, nem tudom, hogy többség vagy nem többség, akiket valóban nem érdeklik ezek a dolgok, vagy csak olyan nagyon elvi szinten, és alapvetően mégis arról szól számukra, hogy mi lesz holnap, legyen munkahelyem, nem érdekel engem az, hogy mondjuk mi a szénmonoxid, vagy széndioxid kvóta, és mennyit bocsátunk ki. Nem, ilyen problémák nem léteznek, nem érdekel, hogy kiírtjuk az esőerdőket, az lényeges, hogy igen, legyen régi vágású ipar, ahol nekem lesz rengeteg munkahelyem, és ezzel az összes többi dologgal ezzel meg foglalkozzanak a liberálisok. Ez nagyon nagy probléma. Ez egy végtelen nagy probléma, és ez a politika alapvető ellentmondás. Eljutottunk oda, hogy az egyéni választói érdek az ellentétes a globális sok emberiség sok esetben. De most itt, mivel olyan elnökökről beszélünk, mint a brazil, múlt héten úgy mondtuk, hogy tudjuk kicsoda, a Trump, itt van ez a korai idióta, három olyan emberről beszélünk, akikre a kutyámat nem bíznám rá, hogy innen elvigye a szemközti építkedésig. Egyiket se. És három ilyen ember, bocsánat, három ekkora fajsúlyú ország vezetője, a Trumpról nem is beszélve, aki szerintem kifejezetten... Tessék? Meg az Amazonasról. De azt már jól megbeszéltem. Most, múlt héten erről beszéltünk, azért utaltam vissza... Annyi mindent megbeszéltem már az életemben, és állom, de újra kell mindent megbeszélni. Igen, de azért én is utaltam a brazil elnökre, Sanyi. Azért utaltam a brazil elnökre. Tehát három, kifejezetten veszélyes emberek. És tényleg ez számít. Beígéri a detroiti melosnak Na, csinálunk egy új Chryslert, most persze nagyon sarkítok, a másik beígéri, hogy nem érdekes, ha kivágjuk a fájkat, de lesz melód. Hát, és itt, mi meg itt ülünk, egy kis közép-európai országban, és ahol egyébként hasonló politika van. Ahol egyébként még bizonyos szempontból még veszélyesebb politika van.
És aggódunk a jövőjét. Tehát illetve minket nem érint, de vannak gyerekeink, unokáink. Látod, annél is sokkal rosszabb itt a helyzet, mert akárhogy is van, de mégiscsak az történt, hogy a kongresszusban valamiféle ellensúly keletkezett az elmúlt 8 évhez képest. Hát itt igen. A magyar parlamentben is előfordulhatna az például, hogy egy miniszterelnök jelölt terjesztést nem szavaznak meg, de valójában ott hatunk Magyarországon, hogy azt mondják a Bánki Eriknek, hogy na ezt a szart terjedt be a parlamentet. Jó, mondjuk a két ország választási rendszerűen odaadják neki, már kész van, és írd alá. Nem, de egyébként abba is belement, és tulajdonképpen annak idején azért is nyerhetett a Trump, vagy részben azért, most felejtsük el az oroszokat, meg az összes többi dolgot, amik nyilván szintén számítanak, mert hogy ezeket az embereket, akik a saját rövid távú érdekeiket tartják szem előtt, nem valami érthető dolognak tekintették, nem olyan embereknek tekintették, akik a párbeszédet lehet folytatni, hanem azt mondták, hogy a ti érdekeitek alsóbbrendűek a globális érdekekkel, mi meg mindenféle szép dologról beszélünk, és hogy mondjam, ez egyébként megmaradt. Nem csak az amerikai demokrata pártban, ahol egy picit azért próbálnak ezen enyhíteni. Nagyon-nagyon nehéz elpirinckázni azzal, hogy valami, ami a valós problémákról szól, és mondjuk valós alternatívákat akar viszonylag rövid távon nyújtani, az hogy lehet összeegyeztetni egy valódi politikával, politikai víziókkal, vagy elképzelésekkel a jövőre nézve, anélkül, hogy valamiféle ocsmány populizmus benne forduljon a dolog. Hogyne, hát végül is ez a balhé azért támad föl, és azért lehetett megszólítani most legyen ez az archetípusa, ugye a munkáját vesztett melósnak, munkásnak, család, munkás családnak, mert ugye egyébként pedig az amerikai liberális demokrácia maga Obamával együtt is, meg anélkül is, arra a választ még azért nem adta meg akkoriban, hogy most mi legyen Detroittal, mi legyen a vasmunkással, mi fog vele történni. Ezt járulékos veszteségként, tekintettek ezekre az emberekre. Ez igaz, de viszont utána a felmérések azt mutatták, hogy bár kialakult egy olyan kép, hogy valóban a rozsdaövezet redneckjei, meg a bibliaövezet szavazott a Trumpra, ez nem, ez sokkal bonyolultabb ennél. Jó, középosztály egy nagy része, a művelt középosztály egy nagy része is, megint más és más okoknál fogva. Tehát még ezek a sztereotípiák sem igazak, hogy ki a populizmusnak, az úgynevezett populizmusnak a bázisa. Jó, ezt én csak azért hoztam ide egyébként, mert ez a probléma iszonyúan erős lett, és egyre erősebb lett, mert úgy egyébként meg a technológiával, és akkor én nem is megyek ebben nagyon bele, mert Pista mindjárt nagyon szereti a 3D-t, amikor emlegetem. Németországban. Ez perspektívikusan, ez a világ egyik legnagyobb kérdése, hogy mit fogunk csinálni, vagy mit fog kezdeni a politika, a világ a felesleges emberekkel. És egyre több felesleges ember lesz, vagy pontosabban nagyon sok felesleges ember lesz, illetőleg az embernek a saját személyes élete útján 28-szor kell magát átképeznie, nem egyszerűen vasmunkásból, mit tudom én, kibernetikussá, de majdnem. Például Németországban van egy gyár, ami 3D-s. Ez pontosan így van, és még csak záró gondolatnak, hogy a detroiti autómunkást is meg kell győzni arról, hogy az új Cadillacre, meg az új Oldsmobile-re, meg az új Buick-re, meg az új, nincs szükség. Nincs szükség, mert ahhoz új alumíniumot, új vasat, új molibdént, új mangánt kell kibányászni a földbe, és az megint 20-30-50 év múlva Indiában, meg Afrikában fog kikötni. Te szemetel. És az munkás, nem ő veszi ezeket, bocsánat. Nem ő veszi. Tehát őt nem arról kéne megnézni, hogy erre nincs szükség, őt arról kéne megnézni a munkájával. Én, hogyha elnök lennék, amerikai elnök lennék, vagy bármilyen elnök lennék, akkor... Akkor én abból a legnemesebb, legmagasabb rendű célból következtetném vissza a globális célokból következtetni vissza a lokális célokat és tennivalókat. Tehát mi a legfontosabb? Az a legfontosabb, hogy annak a detroiti munkásnak a fia, meg az unokája, meg a dédunokája is legyen hol felnőnie, legyen zöld fa, legyen zöld fű, legyen alma, és legyen narancs, és legyen banán. És hogyha a detroiti munkás továbbra is ragaszkodni fog ahhoz, hogy halom fölösleges vasat termeljen, akkor higgye el, hogy az unokák nem lesz már dinnyélyes. De ő a munkahelyéhez ragaszkodik ahhoz, hogy fizetés napján, hogy elmehessen. Zoli, ezen a ponton mondjuk el, mert különben most eret vágnak maguk onnan nézők, hogy ez nem kígyóbőr, hanem ez nem egy szövet. Tehát nagyon fontos, hogy de tényleg ez nagyon fontos az ő hitele szempontjából, hogy ez szövet. Mondom. Kedves néző, ez szövet, csak úgy néz ki, mint a kígyóbőr. Ez a legjobb minőségű brutális szövet, egyetlen állas se volt meg. Na, azt akartam csak mondani, tudod, Zoli, hogy ilyenkor szokta az ember azt a kérdést föltenni, hogy neked tök igazad van, de addig mi lesz?
Én azt gondolom, nincs addig, ez most van ez a probléma, most van, most kell elkezdeni. Addig mi lett? Én teljesen egyetértek veled egyébként, csak ez nagyon nehéz kérdés. Ki mondta, hogy ne kezdjük? Mondjuk, ez hogy nehéz kérdés, csak tudod, rám nem ezzel foglalkozik. Tehát ő volt az, aki kilépett a párizsi klímaegyezményről, ő volt az, aki nem óhajt könyvezni, ő volt az, aki egyetlen gyára se óhajt bezárni azért, hogy ne legyen szennyezettebb a levegőt. Elnézést kérek, ez a probléma, ez létező probléma. Nem, de valahol ez azt mutatja, hogy Trump, és egyébként ez az ő vonzereje, hogy Trump őszinte politikus. Ő megmondja a tutit, ő megmondja a frankot, ő megmondja azt, hogy gyerekek, nem tudunk törődni ilyesmivel, nem is érdekel minket, nincs is. Csak de a figyelj már ide, a Trump nem azt ígérte, borzalmas dolog a Trump nem azt ígérte, hogy újakat fog nyitni, hogy meg fogja nyitni a szénbányákat. Tehát ő ebben a dologban abszolút proaktív, tehát sokkal veszélyesebb, mint ezt egyébként bárki gondolná ebből a szempontból. De még egyszer, azért sok 10 millió ember személyes életére, és ezt nem mondhat széneket, hogy hosszú táv. Hát ő neki holnap egyébként oda kell menni, ki kell fizetni a gyerekének az iskoláztatását, vagy egyébként a betevő falatot, vagy mondjuk például a vakbélműtétjét. Én azt gondolom egyébként, hogy mondhatok neki, tehát oktatom kell, jó, muszáj persze. Oktatom, nem hülyítem az áhírekkel, meg hazugságokkal, hanem oktatom a népet. Csak ez az egyetlen egy kiút van. Ez egyetlen egy kiút van a válságból, az összes válságból, az oktatás. És az összes elnöknek, az összes vezetőnek ez a feladat, az egyetlen feladat, hogy oktatni, nevelni és okos embereket csinálni, mert az okos ember hamarabb kitalálja a kiutat, mint a hülye ember. Minden esetre pont azt látjuk, hogy nem egészen ebbe az irányba mennek. Az oktatás és az okosság és a hülyeség között nincs szignifikáns. Én nem erre az oktatásra gondolok, amit Magyarországon megy, nem erre gondolok. Na, hogy szóval a világtrendek meg pont ezzel szembe mennek, mert most, hogy hagyjam, hogy nem, hogy nevelik a népet, hanem na, de majd úgy is beszélünk róla. Viszont ha már környezetvédelem, akkor folytassuk környezetvédelemmel LED lámpák, mert az végül is nem, az ilyesmi lenne. Hát a fényszennyezés csökkentik ezt. Így van, mert hogy meg kevesebb energiát fogyasztanak, csak több közpénzt. De hogy ugye az történt, hogy tegnap pukkant így este a hírecske, miközben így Amerikára figyeltünk, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást Elios ügyben. Na most emelje fel a kezét, aki meglepődött. Valahol azt olvastam, nem tudom már ki írta, hogy nyomozás hiányában megszüntették a bűncselekményt. Meglepődtem. Azon lepődtem meg, hogy még egy kicsit nem húzták, csak azon. A tempó az egy kicsit gyors volt valóban. Igen. Tehát azért egy picit csinálhattak volna újabbulna ennyi. Az a kérdés merül fel, hogyha abszolút nem volt bűncselekmény és nem tettek semmit, akkor hogy lett egyébként ebből ügy? Mert nem sok kormánypárti ilyen irgalmatlan mutyiból lett ügy. Sokról tudunk, de nem sok jutott a idáig. Hogy lett ebből ügy? Hát ez az Unió. Az Unió kezdve. Keresztül. Hát ő sok mindent viselt. Ez azért nagyon látványos volt egyrészt ugye a nagyon közeli érdekeltség miatt. Azért egy klasszikus európai demokráciában eleve szóba se kerülhetett volna, hogy a miniszterelnök vejeje megbízásokat kap. Most függetlenül mindentől. Szomszéd igen, csak a vő nem. Igen. Azért több lépcsőn keresztül csinálják ezeket. Nem mondom, hogy ott nem csinálnak ilyesmit, és ráadásul ott azonnal belebuknak, hogyha ez kirobban. Másrészt meg ez egy annyira nyilvánvaló történet volt. És én egyébként nem értek veled egyet, tehát hogy már vagy nem azt nem értek veled egyet, hanem én úgy gondolom, hogy pont ez is az üzenet része. Nem lacafacáznak ők már. Ja. Tehát egy darabig az volt az üzenet. Oké, azért mondom, hogy visszavontam, hogy nem értek egyet veled. Az, hogy sokáig tökörészünk, úgy csinálunk, mintha lenne vizsgálat, nem lenne, húzzuk, halasztjuk, az arról szól, hogy hát igen, azért valamit mi még adunk például az Olafra, valamit még adunk a látszatra. Ez egy nagyon erős üzenet. Nem érdekel minket, nem érdekel. Egyetértek szakkolegával. Kész, volt Péter, jó napot. Egyetértek, és ez egy véres üzenet. Tehát ez a vérrel aláírt üzenet, mert mindig, már magamat is unom, mindig egy-egy lépéssel közelebb jutunk az Erdogán féle berendezkedéshez. Ez is egy lépcsőfok, amit meg kell lépni. Egyébként annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez egy picit lebegett ez az ügy, mert ugye Tiborcz úrnak kiállt a rúdja az Orbán családból. Mert? Hát... Mondtad mindegy, igen? Igen. Nem megyünk le bulvárba, de nagyon kiállt a rúdja az Orbán családból. Legalábbis és aztán, ezt hittük, aztán meg szerintem, meg jól megszivattak minket a taxisok. Amíg ez elrendeződött, addig állítólag ez lebegett ez az ügy, aztán most elrendeződött, úgyhogy vége. Jó, az a helyzet, hogy tehát először is az Olaf ugye meglehetősen korlátozott jogkörökkel rendelkezik, egy. Korlátozott erőforrásokkal rendelkezik, kettő. Azért lett ebből ügy, ez fönnakadt azon viszonylag kevés ügy,
vagy nagyon sok ügy hálóján kevés ügy tud fennakadni igazából, mondjuk egy-egy nemzetállam esetében. Mondjuk a nemzetállamok közül persze nyilván azok különösen érdekesek, akik mondjuk pénzt kapnak, tehát nem befizetők, hanem az uniós pénzeket felhasználják. Most ebből adódóan ez pusztán csak azért lett ügy, mert egyébként a Tibort, tehát normál esetben is ügy lett volna, azért lett ügy, maga természetes módján, mert a miniszterelnök vejéről van szó, és ilyeneket egyébként nem lehet csinálni. Az államot, a végrehajtó hatalom feje és annak családja nem vehet részt, különösképpen egy ilyen, egyáltalán nem vehet részt az állami újraelosztás különböző aktusaiban. Tilos, az kész. Ez így működik a demokráciában. De egyébként az Erdoganhoz azért egy dolgot. Most már azért statisztikánk van arról, hogy minden nemzetközi és nem nemzetközi fontos eseményen ott van az Erdogan komisszárja, ott van az Erdogan figyelő ember, a Polát. Most is mi a szent szart keres ez a török, a magyar miniszterelnök közvetlen közelében a válla fölött? Minden kínai, fontos... A kínai buliról van szó. Hát most legutóbb, nem csak, hát most már hát ott is ott volt, sőt még Jó. De hát azért mondom, hogy most már statisztikánk van, mert nem egyszer fordul elő, hanem minden fontos dolognál. Most legutóbb, akkor nyomatékedve ugye a kínai kintlétük alkalmával is, minden fotón, minden alkalommal ott van, mint aki úgy azért állították oda, egy, hogy figyelje a kezét, kettő, hogy figyelj, hogy mit csinál, vagy megmondja adott esetben a magyar miniszterelnöknek, hogy most akkor mit tegyen, vagy mit ne tegyen, vagy hogy a szarba van ez. A szabadságharcos, szuverén, magyar haza, szuverén, szabadságharcos miniszterelnöke török felügyelet alatt jár. Ja, a világon. Hát nyilván valami gazdasági buliról lehet. Nyilván valami gazdasági buliról lehet szó, tehát hogy konkrétan. Na miért ne? Egy pillanatra még. De azért ez egy vicc, nem? Hát érdekes, igen. De az a gép amúgy is felszállt volna, nem? Pillanatra még ehhez a témához, hogyha megengeditek, miután lelkes híve vagyok a Európai Ügyészség mellett való aláírásnak, aláírás gyűjtésnek. Azt gondolom, hogy pontosan ez a téma, ez egy ilyen konkrét ügy, hogyha Magyarország tagja lenne az Európai Ügyészségnek, akkor ez a dolog simán elmehetne vádemelésig, és simán lehetne belőle egy óriási botrány is, megkaphatná a felelős a méltó büntetését, ha az ország csatlakozna az ügyészséghez. Nem csatlakozna, az Olafnak sajnos nincs annyi jogosultsága, ők csak javaslatokat tehetnek. Fejfájtják a figyelmet. Az ügyészség, az Európai Ügyészség viszont várat is emelhet. Ők nyomoznak, ők derítik ki, ők mennek utána, és nyilván a magyar ügyészség nem talál semmit, az Európai meg talált volna sok mindent. Tehát ez egy olyan ügy, egy látványosan olyan ügy, ahol ha az Európai Ügyészség tag lenne az ország, akkor itt rendet lehetett volna ebben az ügyben vágni, és a többiben is precedens értékes bírhatott volna, bírhatna. De micsoda béna kacsa az Európai Unió, nem? Hát most már mindenki tudja, hogy az Orbán ellopja a pénzüket. Most már fejére olvassák a parlamentben. Mi az, hogy az Unió béna kacsa? Ne haragudjál már! Az Uniónak ezekben nincsenek kompetenciáik. Itt azok a nemzetállamok a béna kacsák, egyfelől, akik az Uniót alkotják, másfelől, meg persze ebben a tekintetben egyik se szeretné, hogyha a másik bele kotorászna, hogy belelátna az ügyekbe. De az ügy még rendben is van, Sanyi. Az Unió nincs erre fölhatalmazva. Hát ez a baj, ezt akarom mondani. Na de hát, öcsém, ne haragudjatok, ahhoz egy föderalista unió kéne már. És a föderalizmusnak nem kell senkinek. Az Unió egy olyan platform, ahol mindenki körbezsarolja mindenki mást. Tehát tulajdonképpen valóban egy ilyen egyensúlyi játék, és ebben az Orbán, na ebben tud ő páva táncolni egyébként. Hát, elég ezért igen, az Unió ilyen értelemben bénakacsa, én úgy gondolom, hogy pont azért, mert most így, amiről már csomószor volt szó, és nagyon leegyszerűsítve, hogy el kell most már dönteni, hogy a nemzetállami kompetenciák erősödnek, vagy a föderációs kompetenciák. De ebben csak a nemzetállamok tudnak egymással megalkudni. Persze! Egyébként persze. Szerintem ebben ez a problém, amivel kezdtétek, hogy gyors vagy nem volt gyors ez a nyomozás, vagy mit üzen, lehet, hogy ez is benne van, hogy ugye holnap választják meg Juncker utódját. Na most nem mindegy, hogy... Hol? Hát holnap van a izé, nem?
Uniós választás. Egy túró van, a néppárt jelöli a spitzen kandidátor. Valami, jó, bocsánat. No. Én ragasztanom Junckerhez. Jó, te igen, merőmerőzés, sok fát ültet. Tudod, a Finn meg a Gerhard. Na, de hogy ugye az volt a kérés, hogy két ügyben szeretnének tisztán látni, az egyik az a 4-es metró, a másik az Eliosz. Hogy mind a kettőnél legyen nyomozás, és legyen valóságos nyomozás, meg legyenek eredmények. És akkor itt van, itt a tessék, itt van nektek akkor. Ez egy valós eredmény. Ez egy valós eredmény. És egy valós nyomozás. Na, hát minden esetre most egy kicsit bajban vagyunk, hogyha ezen túl erről kell beszélni, mert teljes joggal mondhatja azt a kormány, meg a kormány média, hogy nincs is ilyen ügy. Gyurcsány van, nem látszik. Nem. Ja. Gyurcsány Ferencnek is papírja van róla, szóba, hogy ő nem az árul. Bocsánat, szóba került a kamu hírek, amit én is elsütöttem gyorsan egyen. Az Oxfordi Egyetemen fut egy izgalmas kutatás, ez 4 évig tart, 2020-ig, ahol azt vizsgálják, hogy a kormányok és a különféle politikai szereplők hogy manipulálják a közvéleményt a közösségi médián keresztül, és eddig mi nem voltunk benne, idén bekerültünk, ennek nincs semmi apropója, csak most kicsit kiterjesztették a kutatást, és elég érdekes eredmény jött ki. Magyarországon leginkább csak a kormány és a kormány körüli médiatér foglalkozik ezzel a Facebook fake news terjesztéssel. Tartalmilag egy kicsit le vagyunk maradva, tehát nem vagyunk túl innovatívak, mert ilyen ezek a mémes, fotós dolgok mennek. Biztos emlékeztek egy rakásra a választási kampányból, amikor valami, és akkor oda van írva, hogy mit tudom én, Berlinbe épp szétverik, és kiderül, hogy nem is Berlinről van szó. Meg láthatok 1 millió ilyen darabot. Ráadásul nálunk nincsenek még robotok, meg nincsenek szoftverek, hanem rendes talpasok nyomják kézműves tempóban a dolgot, de ennek ellenére elég hatékonyan működik. És hogy két tanúság van nekünk magyaroknak ebből, az egyik az, hogy erre csak a kormánynak van pénze, semmilyen más szerveződést, politikust, pártot, senkit nem találtak, aki ezt nagyiparban űzni a magyar Facebook felületeken. És a másik megállapítása a kutatóknak, azok meg úgy hangzott, hogy nem lehet ezen ellen tenni semmit. Az a vicc az egészben, hogy a kutatásnak az a megállapítása, hogy ez csak a kormány vagy kormány közeli ipar lenne, ez abszolút nem igaz. Tehát, hogyha így megnézték volna ilyen értelemben rendesen a magyar Facebookot, mondjuk mindenki a saját kvázi véleménybuborékjában mozog, tehát én is ott látom, irdatlan mennyiségű fake news jön. Leginkább DK-s vagy MSZP-s kötődésű fake news oldalakról, amiknek hát nagyiparban állítják elő a Nyugati Fény, a Balra Magyartok, rengeteg ilyen van. Jönnek egymás után naponta, többször meghalt ez a színész, de halála előtt azt mondta, hogy ha ezt elolvasod, akkor neki fogsz menni a falnak, Orbán Viktor, hogyha ezt meglátja, már csak napjai lesznek. Hát ebből giga mennyiségi van. Egyetlen nagy különbség van, és ez nagy különbség, hogy a magyar kormány ezt állami pénzen valóban valószínűleg egy csomó főállású figurával csinálja, még ezek a kvázi ellenzéki orgánumok, ezek leginkább a magánszorgalomra és mondjuk a DK esetében a szektatagok lelkesedésére alapozzák ezt az ugyanolyan jellegű és ugyanannyira manipulatív és ugyanolyan szörnyű történetet. Tehát és az állam is egyébként valóban a mai magyar állami troll hadosztályok, azok alapvetően egyébként lelkes aktivistákból állnak, akik megkapják a támogatást, megkapják a vezérfonalat, nagyjából azt, hogy miről legyen szó, de még nincs nálunk az, vagy legfeljebb kölcsönzünk, ami mondjuk az oroszoknál van, ahol tényleg erre egy rendes iparág települt a fake newsok nagyipari előállítására. Nálunk kézműves termékek vannak, ez egyébként a kézműves termék a maga módján hatékonyabb lehet, csak kisebb a hatásköre. Tehát, mert van benne egy személyesség azoknél a géptrolloknál, azért nagyon látszik, hogy csak üzenetszórók. És egyébként baromi fontos szerintem most, hogy mindenki háromszor ellenőrizzen egy rohadt hírt. Tulajdonképpen valójában a sajtó ellen is szól egy kicsit, hogy akármit látunk, főleg, hogyha nagyon meghökkentőnek tűnik, ne menjünk bele abba a csapdába, hogy ez akkora disznóság, hogy akár igaz is lehet. Ellenőrizzük Google képkeresővel, nézzük meg azt a képet, hogy hol jelent már meg. Nézzük meg, hogy ki az, aki meghalt, és mit mondott előtte, ne higgyük el azt, hogy mondjuk Gabriel García Márquez, a világ egyik legnagyobb írója, a halála napján hülye Coelhovát töpörödik és ostobaságokat posztol, mert valószínűleg nem igaz. Tehát mindenre gyanakodjunk, ellenőrizzük le, mert különben beszív minket ez az egész. Hogy ez hogy befolyásolja a nem okoskodni akarok, de hogy ez hogy befolyásolhatja adott esetben a választásokat, arra nagyon jó példa egy tegnapi történet, amikor is Kósa Lajos, ugye arról kellett volna beszélnie szerintem Magyarország összes televíziójában, hogy a fenébe vannak ezek a BMW-k az ő anyukájának, a cégének a tulajdonában, de nem erről beszélt, hanem arról beszélt, hogy a Soros és a Mastercard valami elképesztően összefogva 50 millió dollárt költ el arra, hogy
név nélküli, mit tudom én, milyen pénz összeget tartalmazó bankkártyákat kapjanak a migránsok, amiket ők aztán bedugnak a bármelyik automatába az Európai Unión belül, és onnan pénzt vesznek le. És ezt Kósa Lajos, a saját szememmel láttam tegnap, teljesen felháborodva, magából kikelve a hazáját féltve, okátta vissza valamelyik televíziónak a képernyőjén, miközben ez nem igaz. És amikor utána járt egy profi, lehet, hogy az embernek erre nincs egyébként ideje, egy magánembernek, tehát amikor egy profi utána járt annak, hogy ez honnan, akkor kiderült, hogy ez egy szlovén újság dobta be először, aki nem fogják elhinni, kinek a tulajdonában van, Habony Árpád. Igen, egyébként egy név nélkül nyilatkozó horvát tisztre hivatkoztak, tehát már erősen indult a sztori amúgy is. Eleve bármi. Na igazságmagvakat tartalmaz a dolog, igen, csak ügyesen lett összevágva. De ebben az a publikáns, és ugye azért nem egyszerűen fake news, ez egy jól megmanipulált és kitalált történet. Mert úgy egyébként ugye az igazságmagvoló annyit, hogy abban a projektről, amelyiket itt most diszkreditálta a Kósa. Ennek van valóságmagja, de ebben például benne van a magyar kormány is, mert ugye az a tény valójában, hogy ha valaki menekült státuszt kap, és bár menekültben van egy országban, akkor ez az ENSZ menekültügyi főbiztosságának az akciója, mert egy közösen akció volt, tehát ha valaki már benn van az országban és menekült, annak adnak kártyát, ha a menekült státuszt megkapta, annak érdek, de csak arra, hogy vásárol, hát egyébként nagyon kis összeget, ne kelljen bemenni néhány a központba, $10, egyrészt meg ott helyben költse el, meg nem másra költse el, és akkor bemegy a bódba és vesz magának kenyeret meg kolbászt, ezzel egyébként növeli a fogyasztás és a kereskedet. De bárjuk, 26 euróról van szó, Sanyi. Mi? Hát 26 euróról van szó, igen. 26 euróról, nem 50 millió dollár szétosztásáról. Tehát van ez, amit van ez, meg de ebből, de ebből konstruálták meg. Ebből konstruálták. Abszolút, tudom, ebből tudom, csak meg. Hogy ügyesen lett összerakva a két. Igen, hogy tehát itt történeteket is raknak össze, erre szerettem volna utalni a kedves néző számára, meg magunk számára is, hogy történetet raknak össze, amiben egyébként vannak valóság magmak. Például van egy kártya, meg vannak menekültek. Meg van Soros. De persze, egyébként mindig célszerű úgy csinálni, hogy legyen benne valami valóság. Ez tegnapi történet, éberség elvtársak, lejött valamelyik ilyen egyébként baloldali fake news portálon, hogy azt a nőt, aki annak idején a választási bizottságból azt mondta, hogy itt most a választással problémák vannak, ugye emlékszünk erre a botrányra, aki az első híreket, azt elütötte egy busz, írja a lánya nekünk, írja ez a fake news, és idézik is a levelet, ahol a lány leírja, hogy anyukáját, hogy ütötte el a busz. Most ezek után könnyű azért megkeresni a Facebookon az illetőt, akiről szól a cikk, és mondjuk az első dolog, ami beleütközül az, hogy eszem ágában semmiféle busz nem ütött el, a lányom lenne, akkor se ilyen elképesztő rossz magyar, vagy a lányom írna, akkor se ilyen elképesztő magyar tanulsággal írna, úgy hazugsága, hogy van. Egy-két klikkel általában utána néz, lehet nézni a dolgoknak. Van-e a cikkben link? Van-e a cikkben utalás? Ha valakire hivatkoznak, akkor belinkelik-e például az, hogy kire hivatkoznak? Jó, nem árt egyébként idegen nyelven beszélni. Néhány kereső szó. Próbáljuk meg tényleg. Ezt mindenkinek ajánlom. Egyébként pedig egy forrás, nem forrás, két forrás, fél forrás, három forrás, egy forrás. Várjál, mielőtt elmondanád, csak annyit, hogy ez egy nagyon jó tanács, Péter, csak ugye pörögnek az események, az embernek nincs folyamatosan ideje. Most az jutott eszembe, amikor a választási kampányban volt egy nagyon-nagyon népszerű fotó, amit az előbb is említettem, ez a Berlin szétverik a migránsok című kép, és ugye ránéztem, iszonyú mennyiségbe terjedt tényleg, mint a futótűz. És akkor megnéztem a fotót, és úgy gyanús lett hirtelen. És áthívtam a Ablonci kollégát, aki franciás, mert hogy nekem úgy tűnt, hogy ez nem Berlin, de nem voltam benne biztos. És másfél óráig bográztuk, mire az egyik kinagyított részleten találtunk az egyik autón egy kis emblémát, ami a Párizsi Közterület fenntartó vállalatnak a logója, ami nekem nem mond semmit, de mivel Bálint élt kint sokáig, ezért egyből kiszúrta, és akkor onnan már könnyű volt visszafejteni, hogy ez nem Berlin, nem migránsok, hanem Párizs Közterület fenntartó munkások sztrájkja, ahol sok volt a színes bőrű munkás. De ez basszus két óra, meg kellett hozzá egy anyanyelviben szinten beszélő francia kollega, meg mondjuk egy-két dolog. Mondjuk azért, amikor azt nagyon mondják, nehéz. Azt mondják, hogy Párizsban őrjöngenek a migránsok, és akkor az ember észrevesz, hogy csupa szuahéli felirat van mindenütt, okay, akkor de az, elég de ott egyszerű. De olyan is sok van. Igen, de ebből elnyomnak fél évben százat, és egy átlagos fideszes ettől úgy megrémül, még Borsod megyei kis falvakban is, hogy simán beszavazza a Fideszt. És ez így befolyásolja a választást.
Ez még jó, hogy megérnek az emberek, hiszen nem ez az elmúlt 11 néhány évnek az az élménye, hogy a szörnyűségek betörtek a hálószobába, a nappaliba, akinek van, vagy a konyhájába. Én ezt úgy, erre én úgy tekintek, hogy nagyon komolyan mondom, a szó valóságos értelmében, bár nem magyar szó, hogy ez egy újabb evolúciós kihívás az emberiség számára. Hogyha maguk, akárha úgy tetszik, az egyedi ember szintjeik nem képes ezt a dilemmát feldolgozni, megoldani, akkor ennek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon súlyos ára lesz, mert a tébolyára fog szabadulni. Na de, Sanyi, micsoda bűnt követel az a kormány, amelyik a saját népét taszítja egy ilyen őrületes hólabdába, amire mindig úgy, ahogy gurul, még több ragad rá. Hát édes Sanyi Sám, de minden lopni akar, drága szilágszál. Ez nem csak a lopás, ez sokkal átfogóbb azért ez a manipuláció, de az a vicc, hogy elfelejtettük ezt a skillt. Hát ekközben lopja a vagyon. Aki nagyjából velem egy idős, vagy nálam egy kicsit idősebb, vagy akár jóval idősebb, az emlékezhet, hogy bántunk a kádárkori kettős beszéddel. Mindenki tudta, hogy egy kvázi valóságban, mindenki tudta, hogy hazudnak a lapok. Mindenki tudta azt is, hogy többé-kevésbé a szabad Európa is hazudik. Megpróbált, mindenki össze tudta rakni tulajdonképpen a dolgokból, az, hogy mi van. A hatalom is tudta, hogy hazudunk. Elvesztettük, az kijött. De csak kettős beszéd volt. Igen. Hát itt olyan hírzaj van. Más a jellege, ezt én. Nem csak a jellege, mennyisége. Hát nem egy fake news van az állampárt által nyomott, hanem ezer fake news. Na és ez a másik fontos probléma egyébként, az, hogy nem csak fake newsok vannak, hanem egy óriási információs fehér zaj van. Tehát a jelentéktelen és érdektelen hírek tengerében a full, az abból kéne kibogarászni ezt, hogy minek van értelme, minek van jelentése. Nehéz ebben a zajban is egyébként egy igaz vagy igazibb hangot megszólaltatni, azon túl, hogy mindegyikőtünk teljesen igaza van. És bele tud az ember veszni ebbe, el is tud veszni az ember, el tudja veszteni az összes erkölcsi és lelki tartását, sőt a fizikait is el tudja veszteni, mert teljesen kicsúszik a lábbal a talaj. Valóban én csak azt tudom mondani, amit a Péter mondott, hogy bizony utána kell nézni a forrásoknak, ha valakit érdekel, mert egyszerűen nagyon nem mindegy, hogy milyen jövőt hagyunk a jövő nemzedékekre, szóval. Ez borzalmas. De most ott tartunk, Péter, ott tartunk, hogy megnézem, hogy melyik hírportál hozza le, és már abból lehet dönteni, hogy hazudik vagy nem. Igen. De részben. Tehát részben. És az a baj, hogy egyre többen zárkóznak bele ebbe a egyébként érthető stratégiába. Csak hogyha kapásból elutasítasz mindent, ami nem azon az oldalon jelenik meg, amit te úgy jobbnak vagy igazabbnak gondolsz, akkor abból ugyancsak megint csak egy ilyen torz kép kell. De én tökre megértem, én is próbálom szívni. A nyelvoktatás ebben az országban részben pont azért, minél kevésbé bírunk idegen nyelveket, és a fiatalok annél kevésbé tudnak tájékozódni ezen az információ szuperszrádán. Ugye, mert azt még megnézhetem, hogy egy olyan magyar hírportál hozta el-e a hírt, amelyekben vagy bízom, vagy nem, eldönthetem, ez is előítéleteken alapul részben, meg részben tapasztalatokon, de már nem tudok tovább lépni, hogyha nem beszélek legalább angolul, vagy te hagyatkozhatom a Google fordítóra, és akkor jókat fogok röhögni. Tehát egy csomó, tulajdonképpen minden irányból az van, hogy tudatlanságba tartsanak minket valamilyen, tudatlanságba, tájékozatlanságban igazán, és a tájékozatlan embereket most ordinári bődületes közhelyet mondok, tök könnyű megvezetni, és ők alapvetően ezt szeretnék. Tehát így ez a fake news történet, vagy a virtuális realitás és a pseudovilágnak a kialakítása, ez nem egy elem, vagy nem egy járulék a sztoriban, meg a trollok, meg az egész, hanem ez valahol ennek az egyik alapja, az információs alapja, és valahol ennek most már információs alapjai vannak leginkább. No, ezért életveszély az egész valójában, egyébként is nem csak a járra vonatkozólag. Hát azért most gondolj meg bele, és egyébként olvasni kell a másik híreit is, nem lehet benne maradni ebben a saját buborékból, csak azokat olvasom, mert hogy tudsz akkor egyébként beszélgetni a honfitársaddal, az embertársaddal, aki mondjuk egészen másképpen látja a világot, és ott állok megkefélve, mert nem tudom, hogy ő egyébként miféle információkra, félinformációkra, vagy fake news-okra építve rakja össze magában azt a döntést, meg azt a nézetet, amit éppen képvisel. Egyébként te beszélgetsz? Hát, igen. Beszélgetsz? Egyébként érdekes mondani. De hol találkozol? Hol találkozol a másik szektának az embereivel, Sanyi? Mint közismert alkoholista, szeretném bejelenteni. Most már hát, mint a vihar. Hát, de egyébként járok vásárolni, járok a Spárba, járok a hentesboltba. És ott beszélgetsz? És te Sanyi, nagy számú törvény alapján nehéz elkerülni a Fidesz-es szavazókat. Nem azért, hanem hogy miért állsz szóba velük? Tehát, vagy hogy ugyanaz az élethelyzet? Hát egyrészt azért, mert barátkozó típus vagyok, másrészt meg az ember
emberek egyébként jeleket adnak. Tehát itt tudom, én múltkor elmentem egy, most legutoljára, na voltam egy jeles egyetemen, és meghívtak hallgatók, belépek az ajtón, oda jön a portás, meg a takarító. Mert hogy én is oda mentem hozzá, hogy megkérdeztem tőlük, hogy akkor itt most a mit tudom én, mit csinálok, szeretném ködösíteni nyilvánvalóan, hogy most ki, hogy hol volt ez, mert nem szeretném az állásokat kockára tenni. És akkor azt mondták, hogy ja, maga a panelbeszélgetésre jött, Csintalanul. Nem, én úgy tudom, hogy ez nem egy panel. Miért nem a panelbeszélgetésre jött? Hát ezeket elkezd alni a büdös francba, hát és akkor maga hova jött? Hát mondom, hogy a hallgatókhoz jött. Hát itt most van egy nagyon fontos panelbeszélgetés, oda kell menni, és el kell ezeket a fideszeseket a büdös francba küldeni. Tehát az emberek egyébként, hogyha nyitott vagy, megszólalnak. Nekem, nincs ilyen élményem, úgyhogy lehet, hogy le kell tolatni a sérút, hogy jobban. Te már rajta vagy a helyes úton. Nem, egyébként csak bemész a postára, vagy bemész a izére, hiszen az emberek dumál, ha beállsz a sorba, hát jó, van még egy fontos dolog. Hát mondjuk, bár én most nagyon elegánsan vagyok fölöltözve, ne röhögjetek ki. Na most az a helyzet, hogy még elegánsabban szoktam közlekedni. Még ennél is sokkal elegánsabb szoktam lenni, és ez is megnyitja a szíveket. Én egyébként született entrehány vagyok, de... Egy gondolat erejéig visszatérve az eredeti írja, hogy egy kicsit illusztrálja azt, amit a Sanyi mondott. Tehát, hogy az eredmény jött ki végül is az oxfordi kutatásban, hogy szinte kizárólag a magyar kormány alkalmazza ezt a fake news dolgot, és nem vették észre azt, hogy az ellenzék, hogy az pont azért, mert ők ezt vizsgálták. Ők is egy olyan véleménybuborékból indultak ki, ezek a kutatók nagy valószínűséggel, hol az volt látható. Ez viszont alátámasztja, amit mondtak, hogy nincs remény. Tehát ez Én csak azt akartam még ezt hozzátenni, hogy készítettek el, hogy azon gondolkoztam útkor, hogy én semmit nem jelentetek ki biztosan. Tehát semmit. Mondok én egy nagyon eklatáns példát. Kijelentetem azt, hogy itt vagyok. Most itt vagyok. Húha, ez messze fog vezetni. Ez már ilyen D-kárti. Jajajaj. Igen. Nem jelentettem ki, hogy itt vagyok, mert miközben kijelentem, hogy itt vagyok, eltérik egy másodperc, és a föld 6700-al forog, egyébként 107 000 a nap körül, és 800 000-re megy. Erre mondta Budi Ellen anyukája, hogy de hiába tágul a világegyetem. Igen. Puff, egy tockos, te itt élsz Brooklynba, úgyhogy tanulj. Csak tudod, hogyha én meg tudom azt magyarázni, hogy miért nem állíthatom azt, hogy itt vagyok, akkor oké, és ezeket a legmodernebb tudomány által igazolt adatokkal látom támaszt, hogy miért nem vagyok itt, amikor kimondom, akkor az egy elfogadható, egy igaz, egy valós, egy korrekt ügy, ami megállja a helyét. Ha valaki ezt nem tudja megmondani, hogy ő nem tudja, miért is nem, akkor nem fogom elhinni. Aki meg el tudja nekem magyarázni, le tudja vezetni, meg be tudja bizonyítani a tudomány legmodernebb eszköze, annak el fogom hinni. Tehát utána lehet menni a híreknek, az összes hírnek utána lehet menni, mi az oké és mi nem. Ez energiát, ez bizony energiát igényel. Meg időt, ha valaki meg befekteti tudás, az meg energiát, akkor haladhat az életbe, ha nem, akkor el fog veszni. Mindenkinek egyéni felelőssége ez. Semmit. Mert olyan elmenős vagy, de nem menj még el, mert hogy egy kellemesnek induló témát gondoltam a végére, amiből azt nem is biztos, hogy annyira kellemes téma lesz, de akkor elkezdem előről. Ugye a NER legkedvencebb ügynöksége készített egy új reklámfilmet a Telekomnak, az a Balázsi Gyula féle cég reklámja, ami arról szól, hogy a magyarsággal kapcsolatosan van egy rakás negatív sztereotípia, és ideje, hogy ezzel leszámoljunk, átúrjuk, meg felülírjuk őket, és az új generáció majd az okostelefonokkal, meg a szélessával majd ezeket a negatív sztereotípiákat, ezeket kitörli a közös tudatból, és akkor szebb és jobb lesz a világ. Na most az a cím ennek, hogy mi a tipikusan magyar, és teljesen félrement a reklám, mert hogy a NER ügynökség által készített Telekom reklámtól a NER törzsközönsége totálisan kiakadt. Bojkotot hirdetnek már a Telekom ellen, magyar gyűlölő, anti-magyar, nem tudom milyen, ilyen-olyan-amolyan a Telekom szerintük, mert hogy egy másodpercet nem sikerült megérteni ebből a filmből. Na most erről is beszélhetünk, de meg azon kezdtem el gondolkodni ezen a kérdésen, hogy mi a tipikusan magyar, és legutóbbi adásban is tipikusan magyar az a reakció. Hogy ott marad, igen, így szerintem van. Is, hogy ott ezt akartam mondani. Szóval ott maradt, várjátok, ott maradt ez a kérdés a legutóbbi adásban, ez a mi a magyar, ugye egy kicsit belerkeztünk, aztán ott lógott. Ha van kedvetek, én ezt nagyon szívesen megnyitnám még ezt a topikot. Nekem van. Elmesélek egy történetet. Duró Dóra a elmúlt ciklusban a Magyar Parlament kulturális és oktatási bizottságának volt az elnöke. Magyarul nem kis ember.
és akkor megjelent a Kincsem című film. Ugye kérdeztem tőle, láttad, Dóra látta, mert hogy meghívták a... Most hogy tetszett? Vérlázító magyar gyalázás. Vérlázító magyar gyalázás volt. És akkor elmondta, hogy szerintem miért volt vérlázító magyar gyalázás, mert például a zsoké fordítva, az angol, egyébként angol zsoké fordítva tartotta a magyar zászlót. Ettől Dúró-Dóra és a komplet Novák család úgy érezte, hogy itt aztán beletapostak a magyarság lelkébe. Én is megnéztem a filmet, nem volt jó film, de magyar gyalázás az aztán egyáltalán nem volt benne. Meg nem volt semmi köze a magyar történelemhez, tényleg igaz, igaz, igaz. Ne, nekem nem tetszett, főleg ha lovas ember vagy, akkor tele volt hülyeséggel. De mindegy, de magyar gyalázás abból a szempontból nem volt benne. Ez ugyanilyen. Itt most a vadmagyarok, azok most rácuppantak arra szerintük liberális magyar szem, tehát ahogy a liberálisok látják a magyarokat, ugye ők azt hitték, és így van, nem értettek meg egy büdös mukkot sem a reklámból, pedig jó. Az üzenete jó, csak egy kicsit nem hogy mondjam, nem a egysejtűek nyelvén szól. Nem, de hát eleve... Bonyi lett. Eleve egy mondat, ami úgy kezdődik, hogy magyar az, aki, az csak hazugság lehet. Igen. Tehát nem határozhatjuk meg azt, hogy ki az, hogy a magyar. De nem így kezdődik úgy, hogy mi a tipikus... Nem, de hát ez, az, aki ezen háborog, szerintem szar rekláma úgy, de pont ettől lesz hatásos. Az, aki ezen háborog, az bizony azt akarja, hogy neki legyen egy, mint egy 10 pontja, vagy 12, mint az úttörőknek, hogy magyar az, aki, nem, bővatyától, magyar az, aki ezt csinálja, magyar az, aki, egy csomó sztereotípia. A reklám utal is egyébként erre, hogy a régi sztereotípiákat, egyébként váltsuk fel más sztereotípiákat. De milyen hülye réteg az? Jön ez a milyen új sztereotípia, a most generáció, meg mit, ezek pontosan olyan sztereotípiák, csak modernebbek. Oké. Az, hogy a Telekom kiket célzott meg ezzel a reklámmal, az teljesen egyértelmű, fiatalokat, akiknek valóban nem ez jelenti, hanem az jelenti, beléjük akarja egy kicsit ezt az egészet. Szerintem ilyen szempontból sikeres reklám, és fantasztikusan sikeres reklám abból, hogy mi itt ülünk és egy reklámspotról beszélünk, hogy a fél magyar sajtó egyébként ezt a reklám, én eszem ágában nem lenne, tévén nincsen, videón nem nézek reklámokat, a YouTube-ból is ki vannak szűrve, de hát most megnéztem egy reklámspotot, nincs Telekom, de van, azt hiszem, Telekom előfizetése. Na de micsoda ember az, aki aláírás gyűjt azért, hogy emiatt a Telekomot, amit lehet szeretni, vagy nem szeretni, de emiatt a Telekom előfizetést mondja vissza, köszönöm, mert ő nem értett meg egy reklámot. Hát hihetetlen. Milyen ember az, aki nem azt nézi, hogy ennek a tarif, ennek mennyi, a tarifai melyik éri meg jobban, hanem hogy milyen a lefedettsége, melyik a magyar. Magyar az a cég, amelyik. Ez ugyanaz, mint a magyar az, aki. Szóval abszurd az egész történet. Nem, nincs olyan, hogy tipikusan magyar, nincs olyan, hogy tipikusan német, és nincs olyan, hogy tipikusan francia. Hülyeség. Ez a reakció tipikusan magyar, ez, ami ez, ez az agymenés, ami itt történt ennek a reklámnak a kapcsán, tényleg szerintem is nincs is rá jobb szó, mint hogy nonsens. De tehát a világ számos táján indítanak számos bojkottot, jobboldaliak, baloldaliak, liberálisok, állatvédők, feministák, fasiszták, minden különféle cégek ellen, mert egy reklámban nem olyan ruhát viseltek, nem azt csináltak, mit tudom, ez szerintem nincs ebben semmi tipikus. És ha az lenne a kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, akkor... Mindenkinek mást. Nekem egy nyelvet leginkább, meg egy kultúrát, amit szeretek és amit használok. Meg azt, ami... Nem tehát, kekedkedni akarod, csak nem, ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként. Szóval egész más magyarság például a Radnóti féle, ugye amikor a lényegében a kis körzetét, a kő, amire rálép, meg hasonlók, ami gépről térképnek, szóval egész más az, amelyik egy feltételezett identitás közösséget feltételez mondjuk köztem és Mészáros Lőrinc között azon az alapon, hogy mind a ketten magyarok vagyunk, ez mi, és még van 100 millió, ez mind más meghatározás, amire azt mondjuk, hogy magyar. Mindenki más, lehet belőle szemezgetni, pont attól vagyunk civilizált, kultúrált, inkább kulturált lények, homo sapiens sapiensek, bár ez egyre kevésbé látszik, hogy ebből ki tudjuk cseresznézni a saját identitásainkat, és nincsenek kötelező identitások. A legszörnyűbb dolog az, ha identitást kötelezővé akarnak tenni, márpedig ugye ez a politikai garnitúra éppen identitások kvázi kötelezőségével, vagy legalábbis kanonizálásával foglalkozik. Ez a 21. században nagyon-nagyon-nagyon aggasztó. A nacionalista, a nacionalizmus azt mondja, hogy az én nemzetem a legtutibb nemzet, sokkal jobb, mint az összes többi. Ez a nacionalista. Én
az én magyarságomra rendkívülesen büszke vagyok, de nem gondolnám, hogy bármelyik lengyeltől, vagy kínaitól, vagy arabtól, vagy bármelyik kultúrától jobb, vagy magasabb, vagy alacsonyabb rend, ez hülyeség, más, mint a többi. És nagyon örülök, hogy ebben ültem fel, mert nekem is a nyelv nagyon-nagyon sokat ad, nagyon szeretem a magyar kultúrát, hihetetlen sok ősteltség vesz minket körül most is és a múltban is, én ezt, erre nagyon büszke vagyok, se a lengyel nép, se a kínai nép, se a egyiptomi nép nem tud se több, se jobban felmutatni, se rosszabbat, egyszerűen más. Nem feljebb való a magyarságom, mint az összes többi nemzet, hanem különlegesebb, mert egyedi. Az én magyarságom egyedi, mint ahogy a lengyel is lengyel, az orosz meg orosz, ezek nem egymás alatt fölött helyezkednek el, ez egy hülyeség, hanem egymás mellett alkotják a globusznak a 200 vagy 300 nemzetségét és nemzetállamát. Ez egy ökörség. De Zoli, ez egy Zoli, marhasság. De magyarországi nacionalizmusnak van egy olyan ága, aki nem állítja azt, amit te most mondtál állításképpen, de nacionalista, csak annyira nacionalista, hogy úgy érezte, hogy az a fajta magyar kultúra, identitás, még az oktatás is beletartozik, sok minden, veszélybe volt, és ez elsősorban Gyurcsány éra alatt volt. És akkor szólaltak meg nacionalista felhangok, bennem is, de nem azért, hogy én különbnek éreztem magam egy lengyelnél, kínainál, hogy a példákat mondom, hanem egyszerűen csak azért, hogy azt visszaharcoljam, ami legalábbis ebben nekünk jár, magyaroknak. Mert úgy éreztem a Gyurcsány érában, és ezt ha ott lennék, most megint úgy érezném, hogy a magyar identitás, ez sok mindent jelent, kifejezetten veszélyben van. És ez is nacionalizmus. De ez jó, nem én nem akarok ebbe a Gyurcsány dologba végképp belemenni, csak én tényleg nagy élvezettel olvasom ezeket, meg hallgatom ezeket a vitákat, ugye védjük a magyar kultúrát, meg a kereszténységünket, és nem látok igazából a vita résztvevői között olyan embereket, akik mondjuk akár egy sort is olvastak volna Arany Jánostól, meg milyen kultúráról, vagy hallottak volna Bartókot, vagy tudnák, hogy ki az a Huszárik, vagy meglátták volna a Szimbádot, vagy olvastak volna. Ezért persze vannak ilyen extrém elfajult idióták, mint a meg nem nevezett személy, akit nem fogok megnevezni, aki egyébként a szájára veszi a magyar irodalmat, és mégis ocsmány, és a fos jön ki a száján. Na de a vita jellemző résztvevői, hát a Zsocára gondoltam. Tudom, de ezeket mind olvast, ő sajnos igen, tehát így is lehet. De azért a túlnyomó részében, amikor a kultúráról beszélnek a közéletben, és politizálják a közéletet azzal, hogy ki a magyar, ki, és védjük a magyar kultúrát. Ugye hát a Prohászkához tudok visszahivatkozni, de elég abszurd, de hát ugye mi ebben a politikában a keresztény, mi ebben a demokrata, és mi ebben a magyar? Mi? Igen, de ennek ellenére nem biztos, hogy igazad van, Sanyi. Hát egyrészt még sose volt biztos igazam, tehát jó, azt is csak tanultam a G1-en. Akkor inkább úgy mondom, hogy nincs igazad ebben. Tehát nagyon-nagyon sok ember ebbe beleállt úgy, hogy még látta a Szimbádot is, meg olvasta Ottliktól azért. Hát akkor nem értette meg, ha látta a Szimbádot, abból biztos nem következik az agresszió, és biztos nem következik az... De az agresszió, nem is biztos, hogy lett volna agresszió, vagy volt agresszió. Nem biztos, hogy a magyarságnak a Szimbádból meg... Jó, ezek csak példák, ne kapaszkodjunk bele. Nem, én csak azt akarom mondani, hogy számtalan helyről táplálkozhat, és mindegyik legitim magyarság az visszavetette föl. Nem csak azért, hogy ezen gondolkodtam is, hogy milyen nehéz megfogalmazni, és én is csak annyit tudok elmondani, hogy hasonlít, ahogy te gondolkodsz ehhez, hogy például az én magyarság tudatom az első külföldi néptánc fesztiválon fakadt ki, úgymond, és mindjárt egy ilyen jó turbó verzióban, mert azt néztem, hogy milyen rettenetesen béna néptánca van a többi népnek, a németek ott elugribugriztak, meg izé, mi meg parami bonyolult és összetett táncokat ez nyomtunk. Nem empátia hiány, igen. Nem empátia hiány, nem, 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 hogy jut az eszedbe, hogy másik néptáncot béna. Hát úgy, hogyha táncolod, akkor rájössz, hogy mennyivel bonyolultabb, tehát külön. Tehát különménye. Egyébként én is vagyok világszinte összes nép, mondjuk a néptánc engem magyar nem érde, világszinte összes népzenéjét szeretem, de speciál a német népzene. Na ugye, szóval, na erről van szó. De egy másik történet nem szeretem. Megérzem, bocsánatot még egy záró gondolatnak, ha mindig én zárok mindent, hogy én amikor kim voltam az USA-ba, az Egyesült Államokban szerencsét próbálni. Én ott éreztem nagyon messze a szülőföldemtől, mit jelent magyarnak lenni. Ott egészen más magyarnak lenni, mert minden olyan dolgok tudnak hiányozni, ami itt nyilvánvaló és adott, és fel se tűnik. Ha kimész a hazától a föld másik oldalára, egyszerűen megérzed, milyen magyarnak lenni. Megérzed, milyen egy magyar emberrel leülni, beszélgetni mély dolgokról. Tudod, mi az a pompom, érted? Tudod, ha nem csak Arany János van meg, mert hát ki mondta, hogy csak Arany nyilvánvaló, János, hogy azt arra akarok kiukadni, hogy nagyon sok olyan apró
molekula és apró neuron felsülés jön egy idegen országba ki az ember agyából, amitől tudod már, mitől vagy. Ennek az inverze is igaz. Én jártam a közel-keleten egy olyan országban egyébként, ahol az a közmegítélés, hogy abban az országban, jó, hát Izraelről beszélünk, ott jellemzően nekem azt mondták, hogy a nagyon hülyék Izraelben és a magyarok meg a lengyelek. És egyébként, mikor ugye ők azok, akik abszolút a nagyon ortodoxok, túlnyomó többsége, bocsánat, lehülyéztem az ortodoxokat, azok jellemzően magyarok és lengyelek. Meg az a gond, hogy ez itt egy idegen ország, szóval nekem gyakran van benne már honvágyam olyan dolgok iránt, amire úgy gondolom, hogy egy Magyarországnak tartalmazni. Részben egyébként vannak honvágyam olyan dolgok iránt, amiket sose tartalmazott, és mondjuk nyugaton meg azért én is megismertem. Mi ezen dolgozunk, hogy ez itt megvalósul. Én azt szeretném, hogyha ragadna a kultúra, ragadna a tudás, ragadna a magyarság, de nem a véres szájú magyarság, hanem a szeretetteljes magyarság. Csak a kultúrára ragad. Egyébként figyelj, de tényleg van nekem a magyarságomból adódóan bármiféle elkötelezettségem, tolvaj hatalmunkkal visszaélünk az emberekkel kapcsolatban? Nincs semmi. Hát akkor már... Itt a végszó, gyerekek, beegyetettünk. Majdnem, mert hogy az elején volt ez a kis utalgatás, ugye, amikor azt mondtam, hogy már csak lehet, hogy háromszor kell elviselniük minket. Ezt azért mondtam, mert hogy az a helyzet, hogy ezt az adást még ki tudjuk fizetni, még kettőt ki tudunk fizetni, és utána viszont már nem tudunk kifizetni semmit jelen állás szerint. Mi továbbra is lelkesedésből és elhivatottságból és a többi csupa pozitív jelzőt tessenek ide gondolni. Ezért tesszük, amit tesszük, de a műsornak még mindig megvan az a adásonkénti 150 ezer forintos logisztikai és technikai költsége. Úgyhogy gondolkodunk, agyalunk. Tudnak minket támogatni, azt majd megmutatjuk megint a Magyar Hangnak a számlaszámán, és agyalunk mindenféle egyéb megoldáson is. De hát önökre vagyunk ismét utalva, úgyhogy ez lett volna a szomorú rész. És mindig. És örökké. Ja igen, azt akartam elmondani, hogy hát emlékeznek, ugye volt ilyen hirdetünk, kétszer is, ők is eltűntek, tehát hogy hirdetéseket is várnak, én hiszek benne, hogy a nyilvánosságnak van ereje, és hogyha valakit ezért sérelem ér, hogy bántod, de miért nem? Egyáltalán szörnyű, hogy ezt így ilyenekkel beszél, hogy valaki azt akarja, hogy 100 000 forintért kirakja a bolinóját, és mi elmondjuk azt, hogy mennyire jó az, amit tudom én, milyen termék, és akkor ezért őt izé csak rávutatnék, hogy most éppen megvédtük a Telekom reklámot, úgyhogy esetleg. Ja, a Telekomnál most ilyen válságstábban már is, hogy azért hogy lehet majd ezt helyre kalapálni, hogy mi megvédtük őket. Na de ne ilyen szomorúan zárjunk. Biztos emlékeztek még a kampány leghúzósabb időszakából Kósa Lajos 82 éves édesanyjára, illetve nem is konkrétan rá, hanem erre a sertéstelepre, amiben ő tulajdont szerzett, és erről a cégről írták most meg, amit már említettél, hogy többek között egy nagyon fincsi kis BMW motorkerékpárt is leasingel, és hát gonosz irigy magyarok egyből a Kósa Lajos motorozási szenvedélyére kezdtek el asszociálni ebből. Gyanúsan hasonlít a kettő egymásra ugyanis. Hát na, de hát na. De én nem ebbe az irányba vinném el itt a végén a kérdést, hanem nekem az jutott eszembe, hogy én vajon mit leasingelnék, hogyha megélném a 82 éves kort, úgyhogy azt kérdezem tőletek, hogy ti mit leasingelnétek? Képzeld el, hogy soha semmit nem leasingelek és nem hitelezek, amire van pénzem megveszem, amire nincs, én egyszerű srác vagyok. Meg a 82 éves korodban ki tudja. Ugyanegy, ez lesz 82 éves, és nem leasing, nem hitel, a cash, és azt kifizetett, nem hiszek ebben. Sanyi. Nekem semmi nem jó pofa nem jutott eszembe. Ez remek lesz. Jó videm. Annyira számíthatunk, igen. Sanyikám csatlakozom, tényleg fogalmam, hogy pitta vér, micsoda? Rotációs kapet. Az is jobb, ha megveszed, mint a lézi. Katéter. Ez kellett volna az eddigi műsorokból is. Katéter, hogy branült. Most ezt nem mesélem el, hogy a branült, de branült. Katétert sem mesél, de... Azt lehet még kevésbé. Egyébként annyira ez nem is vicces, de azért a magyar átlag adófizető ugye nagyjából akkor hal meg, átlag életkorából kifolyólag, amikor nyugdíjogosult lenne. Tehát azért a magyar átlag adófizető egész életében leasingeli a nyugdíjas éveit, amit aztán nem kap készhez. Aki mondjuk ezt túléli, ezeknek a nagy többsége általában hónapról hónapra a csirkefarrátat leasingeli meg a villanyszámlát magának, tehát tulajdonképpen egy kicsit folytatódik ez a történet. Hát akinek meg az a marra kicsi töredékhez tartozik, mint Kósa Lajos anyukája, hogy ilyen nagyobb leasingelhető nékje van. Nem tudom én, hogyha mit 82 évesen leasingelni kéne valamit, most akkor egy Harley Davidson-t leasingelnék, és menőbb lennék, mint Kósa Lajos anyukája, mert szerintem az klasszabb. Most majdnem a G betűs szót használtam rá. Mert hogy képzeld el, én is egy Harley-t. Nekem se jutott jobb eszembe, mint Kósáiknak, hogy van egy ilyen visszatérő régi álmom, hogy egy Harley Davidson-on motorozok be a szerkesztőség udvarára, és ebben az a vicc, hogy ebben most már nem a Harley Davidson az ábránt, hanem a
szerkesztőség udvara, mert szerkesztőség van. Felhívnám a figyelmedet a szelíd motorosok végére, tehát az úgy még lehet, hogy működne. Nos, akkor köszönjük a figyelmet, és jövő héten még biztos, hogy jövünk, meg utána is, de jövő héten biztos, hogy jövünk, és még az is lehet, hogy egy meglepetés vendéggel, úgyhogy majd akkor is várjanak minket, mi is várjuk Önöket. Viszontlátásra. Írjuk a levél végére, hogy anya, küldj pénzt. Hát ez remek volt. Köszönjük, Sándor.